Balatontól északra a Bakony dombjait évszázadokkal ezelőtt sűrű tölgy és bükfaerdők borították. A különböző erdőírtások során a völgyekben szántóföldek és füves legelők keletkeztek, melyek messzeföldről csalogatták ide a juhászokat. A mesterség apáról fiúra öröklődött. Távol a falvaktól és a köves utaktól ma is juhászok őrzik a nyájaikat. Sokan megmaradtak vándorjuhászni. A tehetősebbek a Szentgál környéki tanyákon vásároltak földet és oda telepítették családjukat. 1910-ben már 40 juhász család élt itt. Eleinte csak egy kunyhó állt itt, később aztán házat építettek, virágos kerttel, gyümölcsössel. Sok tanya az idő, az enyészet áldozata lett. Másokat lebontottak. Néhány öreg kő, korhadó gerenda tanúskodik csak a múltról. A tanyákon az apa irányította a munkát. Ő legeltette a nyájat. Az anya fejte a birkákat, sajtot csinált, gondozta a többi házi állatot. Nem csak a fiúkat, de a lányokat is a pásztor életre nevelték. A gyermek már 5 éves korában kapott egy kis bárányt, hogy megszeresse és megtanulja gondozni. A fiú 14-15 éves korában 10-15 birkával és faragott kampós botjával elszegődött bojtárnak. Ruháját fenyőből készült tulipános ládában vitte. Mire 20 éves lett, szépen megszedte magát. 40-50 birkával tért haza. Akkor gondolhatott már a házasodásra. A juhászok csak egymás közt házasodtak. Juhász legényhez juhász leány illik. Úgy tartották. Ezért 1925-ben Szentgál határában egy tanyán születtem. 50 évig éltem a felsőerdélyi tanyavilágban. Őseim mind juhászok voltak. Dédapa Molnár József Zalából került a Bakonyba 1890 táján. 250-300 birkával, tehénnel, szilajökrökkel. 9 gyermeke közül 8 szengáli juhász családokba házasodott be. Nagyapám volt a Molnár családban a legidősebb gyermek. Minden erejét fölszerzésre fordította. Minden garast a fogához vert, éjt-nappallát éve dolgozott. Nagyanyám méltó társa volt, neki is minden álma, vágya egy tanyás birtok volt. 1912-ben végre 24 holdat vásároltak. Alig, hogy megvette a földet, kitört a háború. Nagyapámnak is be kellett vonulnia. Dédapámnak 4 vője is elment, az asszonyok itthon maradtak a sok állattal, főleg birkákkal. Idős nagyapám 2-3 naponként vándorult egyik gyermekétől a másikig. Valami keservesen átviszelte a Molnár család a háborút. A háború után a testvérek hozzáfogtak az építkezéshez. Hol az egyiknek, hol a másiknak hordták a köveket. 6 tanya épült fel, 6 birka, akkor pajta, istálló melléképületek. Nagyapám miután minden gyermekének házat épített a tanyán, beköltözött nagyanyám a Szentgálra a faluba. De onnan is szinte minden nap kijött a tanyákra, még télen is pedig a tanyák 8-9 kilométerre voltak. Hol az egyik, hol a másik családnál segített. Virradatkor sokszor a kutyák barátságos csalására ébredtünk, ilyenkor gyorsan keltek a szüleim, és mi gyerekek ilyetten pislogtunk az ágyba.
Nagyapám meg csak ennyit mondott, na már megint a fületekre feküdtetek. Hát itt születtem, itt tudom, ezek a fák vannak, ott volt a tanya. Még a fundamentumból látszik is egy kicsit, ott volt a ház. Lejjebb meg a kút, onnan hoztuk a vizet, nagy két vödörrel, én meg a kezembe kettővel, édesapám meg a vállán. A rudó két vödörrel, egyel meg a kezembe. De hát nagyon nehéz volt onnan a völgyrűfő cipálni. Akkor a folyátszokok tényleg lenyílt, borzasztó. Reggel korán fölkülött kányi, mire utat hántunk mindenhova. Fújt a förmetek, alig tudtunk bevinni egy kis takarmát. Megálltak az ökrök, tiszta havak lettek. Két óra múlva meg újra kellett bevinni egy másik fajta takarmát. Mindig azt mondta öreg apám, hogy olyan butánber volt, aki ide a juszélre építette ezt a tanyát, mert mindenhonnan fújta a szél. Fajam meghoztam, hozott helyet. Tehát elcsettettük a fejemre, annak arra még a fazekat, tehát nem tudtam levenni, csak akkor, ha ma édesanyám álájbém gyűjt, már annyira fájt, hogy nyakam alig tudtam menni. Hát másszá volt az ide. Sajtot csináltunk, aztán állítjuk Veszprémbe áll annyi sötét bákülött indulni 4 órakor, már 6-kor indult a vonat, aztán addigra értünk le oda az állomásra. Hát rettenetesen meg kellettem mindenért dolgozni. Tökömnek a szára, fusson szét a határba, termése, hogy jó sok legyen, egy vékánál nagyobb legyen. Jó, mire doklom benneteket, hogy meg ne halljátok a harangszót. Akkor nagyon kicsi krumpik lesznek. Se ne üljetek, se ne álljatok, hanem kájjatek, aztán szép nagyra nőjetek. Rengeteg gibát, kacsát, csirgét tartottunk, pulykánk is volt legalább 30-40 darab, azonban igen ritkán vágtunk belőle. December hónapban, karácsonytáján adtuk el őket. 15-16 éves koromban már egyenlőültem Csabányára kacsát vásárolni. Megmondta édesanyám, hogy csak olyant vegyek, amelyeknek szép kelek szemei vannak, ezek egészségesek, amelyiknek kicsin, könnyes, csipás a szeme, azok bizony elszakaszkodott kis kacsák. Az ilyeneknek bizonytalan a fennmaradásuk. Még azt is kellett néznem, hogy melyiknek lóg le jó mélyen a hasa, már az jól táplált kis jószág volt. Két karkosárral mentem mindig libát és kacsát venni. 5-6 darabot tettem egybe, és boldogan cipeltem haza őket. Ha szépek voltak, dicséretet kaptam. Amikor oda tettük a milibáink közé, félve nézegettük, hogy mit szól az anyaliba. Az anyaludorába tollat tűztünk, akkor rosszul lát, és a tolton nem is látja meg, hogy melyik az idegen kis liba. Tudjatok, egyetek, nyőjön a bögyötök, szép nagyra nyőjetek, jó tojótikok legyetek. És jó vagyok. Thank you.
igen. Gonosz áll meg, igen. Jó ifágyal egyetek, szép nagy ludak legyetek. Akkorát, mint anyátok. Hallod ott anyád? Hallod? Az egy kicsikát már 8-9 éves koromban elsajátítottam. Nagyon sok sajtot csináltunk. A kifejtelyet beállítottuk, egy óra múlva vagy amikor megcsináltuk sajtnak. Visszamaradt sa volt, felforraltuk tetejére, följött a pulyna. Azt kamrába tettük, estélig jó hideg lett. Egy szelet kenyérrel fogyasztott a nagyapám. 80 évesen halt meg, egy bölcsesség foga hiányzott. Na. Elég jóra sikerült, édesem. Minden héten 8 kenyeret sütöttünk. Hátát a családnak, egyet a nagyszüleimnek. Amíg el nem fogyott, nem sütöttünk másikat. Kenyérsütés napján mindig kijött a nagyapám, este felé, amikor már kihűlt a kenyér, nagy kék vagy piros kockás szorbétába kötöttük. Nagyapám a kampos botjára akasztotta, majd a vállára vette a kenyeret, és így vitte a faluig. Tizenkét éves voltam, mikor az első kenyeret egyedül megsütöttem. Este, amikor édesfán keresztet rajzott rá, megszágtam, nagyon megdicsért. Kimondhatatlan boldog voltak. Itt Szentgálló nagyanyám még túljártunk az iskolába. A tanító azt akarta, hogy tovább tanuljak, tehát édesapám semmiképpen sem egyezett bele, már itt volt Szentgállón két idős tanítónő, mind a kettő öreg lány volt, és attól félt, hogyha én is tanító leszek, akkor esetleg senki sem fog feleségül venni. Remélem, nem szokottál, de nyavanyás. Olyan jó rézes, mint a nagyanyám, nem fogom tudtam sütni. Mire hazamentünk, megsütötte, áért terítővel letakart, azt az ágyvigibe válkosok közé bedugta. Az olyan jó, finom, meleg volt akkor is, még mikor akár soká mentünk kiskeziskolába. Na. Most már sűhet. Legtöbben a mákos szeretik. A mákos rétest. A hatállami járása után már csak a tanyán éltem. Igen sokat dolgoztunk, de nagyon boldogok voltunk.
Édesanyám híres nyírőasszony volt. A birkanyírást már 14 éves koromban megtanultam. Anyai nagyanyám azt mondta, tanulj meg lányom ezt a nyírést, majd ha nem kő, akkor abba hagyod. Mikor kő, akkor megálló leszed. Amit az ember tud, annak mindig használt veszed. Édesanyámmal elmentünk a Szentgáli nyírőbandába, a karácsátunkön édesapám 40-50 malta kukoricát is vásárolt. Én mindig szívesen mentem már olyan nehéz munkára. Egyrészt már a társaság jó volt, másrészt meg kereset is jelentős volt. Édesanyám 40-50 birkát is megnyit, egy nap én azonban csak 30-33-at. A nyírő közül sokan földet vásároltak. Az egyik nyírőlány így dicsekedett. A karácsátemből nem csak 20 bogyogot is kombinéltettem, de megvan a perzsaszőnyegem is a szobámban. Majd mindjárt hanyat vág az a birka szakony. Vilma, te is nótad. Az összök fejlődik. Elkészült a birka. Nem kell panaszkodni. Legnagyobb boldogságom volt az olvasás. Mikor este felé már minden állatot megetettem, kiültem a küszöbre, azt olvastam. De aztán már, mikor meg be kellett őket csukni, akkor ébredtem, hogy na most már hiszen sötét van, alig látok olvasni, hogy jó helyre ültek ebbe az állatok. Rettetes bolondja voltam ennek az olvasásnak. Ali Baba meg a 40 labró, az volt a Cimannak a ilyen másik könyv volt. De hát azok az, ha százszor enném, hogy most akkor egyszer már kívülről tudtam az összes török mesét. A Szentgáli postára érkeztek a könyvek. Sokszor mire hazaértem, már útközben el is olvastam. De a tanyákon voltak olyan barátaink, akik kölcsönadták a könyveiket, én meg azoknak adtam az enyémet, és közösen kiolvastuk a könyveket. Jó okai mixát, mindegyiket nagyon szerettem, sőt, Pátőfi verseknek annak mindenki nagyon bolondja volt, úgyhogy többet még ma is kívülről tudok. Azután őre jött a háború, a második. Édesapámat már a felvidéki bevonuláskor behívták. Testvéremmel együtt nagyon sokat dolgoztunk, őrzéstől a szántásig, asztokragástól szénagyűjtésig, birkákat ellettünk, fájtunk, turott sajtot készítettünk, aztán eladtuk. Közben jött a sok légitámadás, a fejünk felett röpöttek a repülők. Volt, amikor alacsonyra szállt a gép, és géppuskájával lövöldözött a legelészebb birkák közé. Amikor az oroszok bevonultak, akkor már édesapámnak 2 foka birkája volt. Az udvarunkon volt felállítva 2 légvédelmi ágyú, onnan lőttek el a német vadászgépeket, mi a bunkerba tartózkodtunk. Volt 4 ökrünk, 2 tinó, a 4 ökröt befogták a szakérbe, a 2 tinót a szakér után kötötték. Édesapám nagyon könyörgött neki, hogy legalább 2 hagyjanak meg, de nem, nagyon gorombák voltak. Az egyik szomszédunk figyelmeztette édesapámot, hogy ne szóljon nekik, már azt beszélték egymás között, hogy lelövik. Az egyik tűnő nagyon vadas volt, pár kilométer után elszakította a kötelet és visszaszaladt. Az oroszok újra megdizsmálták a birkákat. Már azt se tudta a testvérem meg a nagyapám mára bujkáljanak el velük napközben. Több alkalommal, amikor este behajtották a birkákat, a tanya udvarán várt őket az orosz tárautó. Amennyi fölfért, annyit raktak rá. Mi nők a Hajag nevű erdőben bujkáltunk 2 hétig, mert az egyik tanyán legalább 20 nőt megerőszakoltak az oroszok.
Az udvarunkon keresztül ment az út, azon vonultak pápára. Mindig újabb és újabb csapatok jöttek. Ász az utat soha többé nem tud tére spán főszántani. Itt a nagyapám még családja, 1912 vagy 14-es évek körül. Itt az én iskolai, mikor 33-ban iskolába jártam. Ez meg a Mónár nagyapám tanyái, ez is a 1920-as években lehetett. Itt meg a család van, itt már a másik tanyám, fekete tanyám vagyunk. Na ez a férjem még négy sépülés. Már kávés az asztag, inkább a szalmakozol a nagy. A testvérem már vagyunk a birkák között. Mindegyünk egy bárányt fog. Ez a szegény kis bárány, ennek meg elpusztult az anyja, mikor született a bárány, ez meg megmaradt, aztán dudli bútáin tejjel szoptattuk. Itt meg az esküvői képünk. 1947-ben volt az esküvő. A vérjem elég-elő református családból való volt. Királyi vadászok voltak az elődei. Én meg viszont katolikus pásztor családból. És ez a kettő óriási ellentét volt. Azt mondta neki a nővére, nagyon meg fogod bánni. Nem bánta meg, már 55 évig boldog házasságba éltünk. De azt a családja kikötötte, minden gyerek, ha lány, ha fiú, református lehet. Így lettek a lányaim reformátusok. Házasság után oda költöztünk az apósunk tanyájára. Hamarosan megszülettek a gyerekek, előbb a Rózsi, aztán a Márta. Ők is a tanyán az állatok mellett nőttek el. Mindent segítettek, birkát fejni, kimentek gombát szenni, virágot szedtek, megismerték a gyógynövényeket, csökkéletesen. Később Szengálra jártak iskolába, a nyári szünetekben mindig kijöttek a tanyára. Amikor férjön mentem, akkor kaptam édesapámtól 60 anya birka, de aztán ugye nem vittük el okba az évben, aztán másképpen 100-at adott. Aztán akkor ugye hát az uram már nem igen értett hozzá, jó, azt fogadtunk, hát az se volt olyan nagy tükröső ember, vagy hát nem igen értett, de meg megőrizték, hát aztán akkor hát ott aludtam köztük, amikor ellettek. A tanya 10 kilométerre volt körülbelül a faluhoz, de azért mindig elmentünk a templomba. Főleg édesapámmal szerettünk menni, akkor édesanyám maradt otthon az állatokkal.
valahol itt volt a tanya. Hát nagyon régi laktunk itt, 51 vagy mentünk el innen. Ma minden elpusztult azóta. Ezek a falak is elszáradtak. Volt körte. A balikban meg szoktak vele szánnyal méhék, mikor rajoztak. Alig lehetettük át kiszenni. A ház, amiben szegény apósommal laktunk, olyan hosszúkás formájú volt, előfaragott verandával, két nagy szobával, gyönyörű harándi cserépkályákkal. Oldalt voltak a mágéképületek magtár hombárokkal, hátrább egy nagy szekérfésze, oda beállíthatott három szénával megalakott szekér is, ha átjött és nem volt idő a lerakásra. A tanya udvarán volt két kút, az egyik sudaras, a másik tekerés. A sudarasból ittak az állatok, a tekerésből mi vitték a vizet. Sok gyümölcs, fa, szilva, ropogós cserésnye, megy, fontos alma, hatalmas fák, tökzsák almatermet, még 25 biófa is volt. És mennyi virág, tulipa, jácint, verbéna, őszi rózsa, orgona, meg jázminboklok. Csodálatos volt itt ebben a völgyben, erdőkkel körülvéve, csak ritkán szállt le a köd. De hamarosan nehéz idők jöttek. Le kellett nyitni a gabonát, takormányt. Emlékszem, 1951-ben 316 kiló volt a baromfileadás, ugyanennyi a tojás. 28 mázsa a kövérdisznom, a gabona is rengeteg. Rozsból 140 mázsát adtunk le. Buzát és az árpát már nem tudom. Mi mindent pontosan teljesítettünk, és mégis mindig megbüntettek bennünket. Hol azért, hol azért. A bászolgáltatás büntetést mindent megfizettünk. Nagyon szerényen éltünk. Tejet akkor Csabányára vittem a csarnokba. Negyedévi elszámolás előtt már otthon kiszámoltam, mennyit kell leadni, és ami hiányzott, azt megvettem. Bezárták a falu felét, nőt, férfit egyaránt. Az egyik hátkutatás a másikat érte. Nem tudtuk, mit keresnek. Ávósok voltak. 1950 nyarán alig volt pár hetes a kislányom, újra hátkutatást tartottak. Mindent felforgattak, még az ágyat is, ahol a kisbaba feküdt. Padlás, kamrát átkutatták, még a falun a képeket is megemelgették, de semmit se találtak. A sógornőm nem tudta a beszolgáltatást teljesíteni, 1950-ben bezárták 6 hónapra. Az egész család összefogott, mindent megfizetnék, hogy a férjemet be ne csukják. Most megint a birkák segítettek, persze alaposan melléjük kellett állnom. Álléskor mindent én csináltam. Férjemnek fogalma se volt, hogy kell egy állést levezetni. Egy újszülött barányt megszoptatni, azután csak balatonult. Amikor 48. júniusában fájni kezdtünk, már minden biztatás neki hozzáfogott a birka fejéshez. Sőt, a birka ost is megszerette. Rengeteget dolgoztam, kacsákat, libákat tömtem a leadásra. Azt elvették az erdőket, földeket,
És 1952. decemberében felszólított a tanács, hogy 8 napon belül költözünk ki a tanyáról. Lakást nem kaptunk. Mit csináljunk ebben a sok állattal? Meg a sok takarmánnyal. Mi volt a vétkünk, hogy egész életünkben szorgalmasan dolgoztunk, rettenetes bánatban voltunk. Itt a tanyán minden fát, bokrot, mindent meg szeretem. Át sem tudtam képzelni, hogy tudok nélkülük tovább élni. Édesapám még segítettek rajtunk, hozzájuk költöztünk, de akkor már tőlük is elvették a saját tanyájukat, ők is idegenben laktak. Sokszor elnézegetem ezt a botot, örömét, bánatát, szinte az egész életét belefaragta édesapám. Van itt virág, levél, szív, szerelmes pár, szarvas, még cigány is, aki muzsikál. Szegény édesapám, hány legelőtt erdőt, mezőt bejárt vele. Gyakran megyek ki a Szentgáli temetőbe, diákot viszek a sírokra, itt nyugszanak szeretteim, dédszüleim, nagyszüleim, édesapám, édesanyám, férjem, és ami a legfájdalmasabb, az idősebbik leányom. Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. Imádkozzál élet, ügyeskedj most is alá, Lóráján, adj öröm örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedj, nyugodjél végében, Jézus Mária ezek a kis virágok majd nyillanak neked. Gyakran keversem fel a juhász rokonaimat, unokaöcsémet, Pistát és fiát, Istvánt. Nagyon sok birkát tartanak, most is közel 1000 darab van nekik. Apám is, a nagyapám, a dédapám, mind juhászok voltak. Aztán bizony én is már 11 éves koromban 19 birkát hajtottam anyámmal. Úgy kezdtem gyűjtögetni összeüket. Közben apám is adogatott, de 59-ben mindennek vége lett. Az átszervezés folyamán. Ezután kerültem aztán másik megyékbe, olyan földönfutóvá. Megszűnt a vetett ágy, hanem kint a határban este volt, ott töltöttem az éjszakát. Az otthont már szamarak helyettesítették, azok vitték a hátukon a 2 szoba összkomfortot. 18 évig aludtam a földhátán, télen-nyáron. Bolond volt az idő, hóvihar, ez az omad akkor bizony. Szalonna meg kenyér. Esetleg, ha gyudott egy kis bor hozzá a leves helyett, hát egy kis melegítőszert szoktunk szerezni azért, ami biztatott bennünket. Meg hát azért a subánk is jót akaró volt. Ha néha akadt egy-egy elhagyatott ház, oda is beköltöztünk ideig óráig. Ha nem, meg akkor a kazal, a kukorizaszár csomó. Ha semmi, akkor meg csak a puszta föld. Bizony azok hosszú idők voltak.
ugye minden állatnak van valami fortéja, amit az emberben megragad. Én például a birkát szerettem nagyon, mindig. A másik állat is elnézegettem, de ahhoz nem kötöttem úgy, mint a birkához. Ha akármikor kimentem, jó voltak lakva, ott jól éreztem magam, megszűnt minden gondom olyan. Ugye mindenem a birkából lett idáig, azt azért a birkáimnak a talpát is meg tudnám csókolni, már megérdemelnék. Az öreg Pista az minden állatot ismer. Én is megismerem, mert egyiket a szarváru, másik főtüröckörött lábú, a harmadik, meg bugaszarvú, meg szemők szemű, meg ilyen van, nem tarka valamiben. Már az igazi vászon minden birkát megismerem, melyik év. Szeretem, nagyon szeretem csinálni. Már az eszemet sem tudom, már azóta itt az állatok között nőttem fel. Itt születtem, Dörgicsén. Mikor iskolába jártam, talán akkor is nem ezek az ünnepek számítottak, mikor az ember hétvégén otthon maradhatott, hanem akkor is inkább ki a szabadba. Az állatok közé jobban éreztem magam. Szép dolgok is vannak vele, időigényes is, mert itt hétvége nincsen ünnepnap. Nagyon szép dolog, ezt elmondani így nem lehet, hanem ezzel együtt kell élni. Állandóan vele lenne az ember nézegetni, őket gyönyörködne. Az mellett gond is van mindig velük, elhullás is van, betegség, bármi előüthet. Foglalkozni kell az állattal is, és szeretgetni kell. Hát mikor születik egy kis bárány, ahogy nevelődik, főleg hogyha olyan kis kezes vagy valami, úgy neveli az ember, szoptatgatja, úgy az ember szívéhez nő, mint egy kisgyerek. Az állat mellett nő föl valaki, akkor abba bele szeret. Hogyha így elkezdődik az ellés, ilyenkor tavassza, akkor elég korán felszoktunk állni, főleg ha rossz idő van, akkor éjjelente is kinézünk, összeszedjük, amik éjjel lesznek. Áléskor a juhásznak se éjjele, se nappala. Ilyenkor az egész család segít.
A gyenge várajokat kecskékkel szoptatjuk, hogy erősödjenek. Ó, de jól akutok. Nem férsz. Sümegi József falkáját nagyon sokan megcsinálják. Neki is juhász volt az apja, nagyapja, feleségül is juhászlányt vett. Néha még az unokáit is magával viszi a legelőre. 1985-ben egyik pillanatról a másikra derékről lefelé megbénult. Az orvosok azt mondták, egész életét tolókocsiba fogja tölteni. De ő nem adta fel a juhászmesterséget. Szamárkordét csináltatott, abból figyeli az állatokat. Esőbe, hóba, napsütésbe őrzi nyáját a Káli medencébe. Otthon Balatonban, Téjászban, ott így volt egy pár birkám, akkor kezdtem el juhászkodni itt a Téjászban, egész 75-ig. Azt akkor megszüntették a birkatartást, ami nekem nagyon sérálmás volt, mert ugye én gyerekkoromtól fogva már a birkákat ne vágattam. Azt én mondtam akkor a kiaszállnoknak, hogy ami két birka lesz a földön, az egyik az biztos, hogy az enyémé lesz még az asztalomnál is eszik. Nagyon fő, kapta rajta a vizet, de azon pillanatban kiadták a fölmondásomat. Állés után néhány héttel, amikor már 8-10 kilósak lesznek a kis bárányok, eladják őket. Különösen az olaszok szeretik húsvétkor a bárányhúst. Évekkel ezelőtt az urammal az öreg traktorral szállítottuk az állatokat, meg a takarmányt. Még a templomba is elvitt traktorral, templomajtóban leszálltam, ő visszament, én meg bementem a templomba. A unokáimmal lakom itt benne a faluba. Mindenki ismer, nagyon megbecsülnek. 2 évvel ezelőtt Szent Gál díszpolgára is lettem. Én gondozom a faluházat, nagyon sok anyagot összegyűjtöttünk, lányommal, a Mártával pávakört is szerveztünk. A juhászat a nyára, nyolc üvőkbe, gyors katyába, kampos botja a kezébe, kezébe, szeretője az eszébe. Nagyon sok tagja van, pásztor meg begyárnótákat tanulunk, amit nagy részét mi gyűjtöttük össze, a Márta, én is, de még a Kata unokám is velünk énekel, sőt, már az egyik dédunokám is kezd ismerkedni a népdalokkal. Nagyon sok felé jártunk az országban, több aranykitültetésünk is van. Julistát hoz már segényját, a Juliska hűke belén, kebelén, ott nyugszik egy kanász legény, a mindenit az anyjának, annak a hűtle leánynak, nagyot ütött szamarának, farára. Ne te ne! Nyit egy csacsi a tanyára. Minden héten egyszer összejövünk próbálni, és akkor együtt énekelünk, mindenkinek a népdakját megtartjuk. Engem különös tiszteletbe tartanak, mert a legidősebb vagyok a pába körül. Köszönöm.
Sokan vesznek körül, csak ritkán vagyok egyedül. Márta lányom és az unokáim mind továbbra voltak, de itt maradtak a faluban. Márta tanárnő lett, évek óta gyűjti a tanyák történetét. Könyvet is írt a Szengáli tanya világról, a juhászakról, a hagyományokról. Zsuzsi a lovakat szereti. 5 lova van neki, takarmány termel nekik, nagyon dolgos nő a Zsuzsi. Lovas iskolája van neki, gyerekeket tanít, lovagutat, elviszi őket versenyre, és akkor a díjakat nyer vele. Kata unokám 3 gyereke mellett segít az állatok gondozásában. Adiút nagyon szereti. Na még egyet adja. Adja neki. Annak a... Adja neki. Megette? Megkapta a kecsben. Sokat mesélek a múltról, unokáimnak, dédunokáimnak. Kinek hát, a szeretném a juhász elődeik emlékét megőriznék. Addig ad neki ezt a csirkéknek. Ad neki. Vagy te akarod megenni inkább? Mikor minden elcsendesül körülöttem, gondolatba visszatérek a múltba, amit őseimtől tanultam, éjszakánként lejegyzem. 3 könyvet és 24 néprajzi pályázatot írtam a juhászelődeimről, a faluról, a közösségről, hétköznapjainkról, ünnepeinkről, szokásokról, örömökről és fájdalmokról. Meg egy olyan nagyon kedves tanulmányom is van, ami az a címe neki, hogy 1944. június 13. Ugyanis akkor vitték el a szengáli zsidókat, és volt egy kedves kis lány, Csillag Éva volt a neve neki, és az több hetet töltött nálunk a tanyán. 14 éves volt, mikor elvitték, de aztán sose tért vissza. Sokszor végig gondolom az életemet. A küzdelmes is, de szép volt. Sokat láttam, sokat megértem, születést, halált, munkát, szerelmet. Ha újra születnék, akkor is a juhász életet választanám. A szabad, békés, madárdalos életet. Ha tehetem, most is visszamegyek a tanyára, pétekre, az állatok közé. Itt születtem, és itt is akarok meghalni.